Na szervusztos srácok, én Szabi vagyok, és ebben a mai videóban itt vannak egy újabb videóval. Ismét OpenBVL-zünk, a mai nap pedig az M1-es metró vonalán, azaz a Fabot fogjuk végigjárni. Innen a mexikói úti tárolóval egész maga a átalakításkor került meg, tehát hogy 73-ban építették ezt a szakaszt. Meg is érkeztünk a mexikói útra, meg is kaptuk a szabad jelzést. És 5 másodperc. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing doors. Na és akkor indulhatunk ki. Ugye itt a fa vonalán 50 a maximum megengedett sebesség. A Széchenyi fürdő következik. Igen, a Széchenyi fürdő következik. Majd tudni kell erről a metróvonalról, hogy ugye ez volt Európa világon a második metróvonal, a londoni metró. És hogy eredetileg a Vörösmarty tér és az állatkert Széchenyi fürdő így járt, tehát hogy volt egy felszínű szakasz, amit a mai még hogy látható a Városligetben. De 1973-ban átépítették a metróvonalat, és a Hősök terétől egy új nyomvonal alapján építették meg egészen a mexikói úti végállomásig, ahol jelenleg is halad az M1-es metró. Tervezik hosszabbítani a Vigadó térig délen, valamint a Márhelyi hídig, de konkrét tervek még nincsenek erről. Konkrét pályázat még nincsen erről, majd egyszer. És akkor érkezünk az első megállási pontra. Itt van közben a másik falva, 33-as számú fal, közben végezek. Széchenyi fürdő. Nagyon rövidek a megállók. És meg is érkeztünk a Széchenyi fürdőre. 1 másodperc, 11 másodperc hamarabb érkeztünk. Jaj, én meg csúszok. És 18 másodpercben megyünk tovább. Hát itt ilyen félperces várakozási idő van. Valósában a fa venni sokkal kevesebbet szokott állni. Tehát, hogy megáll és 5 másodperc rá már az jön, hogy kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Igen, ez. Please stand clear of the closing doors. És akkor megyünk tovább, most jön a... A Hősök tere következik. Igen, a Hősök tere következik. Ugye ezen a metróvonalon is már egy, talán 2 éve, vagy 1 éve szalók, hogy bál a hangorban. Itt a 2-es, 3-as éves metróban. Érdekes, hogy a MÁV-os taszítjai szalók, hogy bál kifelé a BK, a KMG. A MÁV az lassan kitagadja, inkább én akkor itt a helyetek, mert itt egy fékezek. És tulajdonképpen most megyünk át a Városligeti tó alatt. Jó, visszaengedjük, még egy kicsit engedhetünk rá. Az ugye egy 3 névezető állás, azt hiszem 20-valahány falban vagyunk. Azt hiszem 21-es falban megyünk most jelenleg. És akkor egy fékjel. Nagyon rövidek a megállók. Ezek a megállók csak a fa... Hősök tere. A fa szabványai alapján építették. Megjöttünk közben, 2 másodperc hamarabb érkeztünk. A Hősök terére mutatom közben a szerelvényt. Látjátok, hogy egy fa szerelvény. Látjátok itt, megvan animálva. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing doors. És akkor menjünk is tovább, és akkor most jön az eredeti szakasz. A Vörösmartyig. A Bajza utca következik. Bajza utca következik. Mi tudni kell, hogy itt a FAV-nak az állomás közel nagyon kevesen, nagyon kicsi. Aztán Budapest van a top 5 legrövidebb állomás közel. Aztán a legrövidebb az a Vörösmarty utca Kodály körült között van. Látjátok, 50-re felszúrt a maximum nagyon a fa, és már fékezni kell. Hát ugye egy ekkora rövidebb a távolság, még 500 méter sem, valahol 200 méter a távolság. És meg is érkeztünk itt a 28-as fa.
Alfa Vál. Bajza utca. Ezeket a Ganz gyártotta le anno a 70-es években, és kétszer elvint a 41-es és a 42-es, pedig később gyártották a 80-as évek végén, a megnövekedett utasforgalom véget. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing doors. És akkor most mi jön most a Kodály körön? A Kodály körön következik. Igen, és hát aki nem tudna, a FAV az az Andrássy út alatt vezetett szinte végig egész a Deák Ferenc tértől egészen a Hősök terén. Ez a, tulajdonképpen ez az Andrássy útnak a közlekedési eszköze, tehát a FAV. És egy át nagyon nehéz volna elmesélni a történetét, ugye volt átalakítás a Deák téri metróállomás is már. Kodály körön. Mi? Jó, nem csúszunk túl. Hát talán egy picit. De szerintem ez a pontosabb megállás inkább. Tehát itt vagyunk a Kodály körönnél. És megkaptuk a zöld jelzőt. Látjátok, már ott a következő megálló. Tehát át lehet látni egyik megállóból a másikra. Nem egy hosszú a túra. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing doors. Tehát ilyen 25 perc alatt megvan egy karika. Ebben. A Vörösmarty utca következik. Igen, csak elvileg ez a legrövidebb állomás az egész Budapesten. Vagy nem tudom, majd pontosítom, hogy nem jó tudom, de szerintem ez... Tehát egy... Tehát körülbelül ennyi, tehát értitek, 40 finom fölnyös, és utána már fogjuk. Az lefél, az metróna azt jelenti, hogy már el kell kezdeni fékezni. Itt a következő megálló. És akkor így van a Pesti metró. Vörösmarty utca. Jó van, köszönöm. Már még egy kicsit előrébb állunk. Na, legalább tartjuk a menetidőt, nézzük. Én külső nézetre váltok most, hogy megnézem, hogy túlcsúszunk, de szerintem... Aha. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing doors. És itt régen más volt a bemondó, ez a retro hang, ez a kérem vigyázzanak. Az oktogon következik. Na, most jön az oktogon állomás, érdekes, hogy az oktogonnak, ugye, itt van egy váltó, amit a 90-es években építettek ide, 95 tájék, amikor volt a FAV-nak a nagy felújítása. Van is videó róla, hogy ugyan építi, és azért szűk ez az alagút, mert hogy ezért megy át a oktogon. Vagy ugye itt megy át a nagykörút. Vagy nem a nagykörút, a kiskörút. Hú, itt majdnem túlcsúsztunk. Hú, ez nagyon kemény megállás volt. Azt a betyár. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing doors. Na és akkor menjünk tovább, mostan az opera, ugye az opera. Az opera következik. Hát igen, látjátok, hogy opera utána van a Bajcsi Zsirinszki, a Deák tér és a Vörösmarty tér is, amit tulajdonképpen meg is értettem. Nem egy nagy túra ez, tehát hogy igazából ezt úgy kéne, hogy egy körbe, de hát... Itt a FAV-nak az egyik leghosszabb állomás, az az ez, mert látjátok, az ilyen gyors. Nagyon gyors. Szakasz következik.
Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing doors. És akkor megyünk tovább. Jön a Bajcsi most már. A Bajcsi-Zsilinszky út következik. Jó, és akkor innentől fogva van ugye a szakasz, de ezek a Deák téren is mások volt a metróban. Amit tudni kell itt a Bajcsi-Zsilinszky útról, hogy tulajdonképpen ez a Deák Ferenc térnek a másik szélén van. A Deák Ferenc téri megálló és a Bajcsi-Zsilinszky út az ugyanazon a téren van a Deákon, csak ugye hát az távolabb van. Ez igazából a Bajcsi-Zsilinszky út. Metró. Sín. Meg is érkeztünk. És itt egyenesen ment annó a metró, csak ugye el kellett kerülni a kettes metróvonal miatt. Ezt a szakasz jön most. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing doors. És 35-ös a lassú. És amúgy az eredeti alagútban... A Deák Ferenc tér következik. Átszállhatnak az M2-es és az M3-as metróra. The next station is Deák Ferenc tér. Change here for metro lines M2 and M3. Igen, köszönjük a bemondást, hogy Mrs. Rachel Appleby. Jó, itt közben a metrószos lassú, hogy a fények az alagútban. Jöjjön, az eredeti alagútban a fal. Deák Ferenc tér. Deák tér, ugye ez már egy sokkal modernebb állomás, mert ez a 70-es években épült. 5 másodperc érkezik a kapun. Tehát ott van a föld alatti múzeum, én már voltam benne, nagyon jó kis hely. És akkor megyünk is, és akkor a Vörös Marti végállomás következik. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing doors. Alapjába véve nem ennyit szokott a fa válni, hanem sokkal kevesebbet. Mert 10 másodpercet sem. A Vörös Marti tér végállomás következik. The next station is Vörös Marti tér, where this train terminates. Az angol kérdés, hogy Vörös Marti tér. Ezt nem tudják kimondani, hogy milyen a sülyelmi tuszas. Ha akarjátok, akkor bemutatom még nektek a kettőt. Most már túl fényes metró, nincs megcsinálva. Én csak meg is érkeztem szépen a Vörös Marti végállomásra. Vörös Marti tér, végállomás. Kérjük kedves utasaikat, hogy szíveskedjenek elhagyni a partot, és erre figyelmeztessék utasaikat is. Szolgálatásra. Vörös Marti tér. Nem tudom, ez mi volt. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Please stand clear of the closing doors. És akkor itt 20-szal megyünk, hát engem fölgyorsítok 20-szal. Jó, elvesszük. Jaj, nem tudok béken. Itt van a másik fa, ez a 20... Hányos fa? Ez a 29-es fa, ez majd következőleg megy. Pedig szépen itt megállom. És akkor srácok megérkeztünk a kihúzóba. Tehát, hogy ez a final station. Na srácok, ennyi lett volna az M1-es metróvonal bemutatása. A falval, a 21-es falval. Ha tetszett a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok.